A hazaiak szerezték a mérkőzés első kosarát, a miénk pedig igencsak lassan vették fel a mérkőzés fonalát. A friss kupagyőztes első mezőny kosarára a negyedik perc közepéig kellett várni. Ezt követően viszont beindult a Vojvoda Perri páros, vezetésükkel meglépett az olaj. Az ASE soraiban elsősorban a korábban szolnoki színekben is játszó Barnes volt ponterős, de egyedül kevés volt. Főleg úgy, hogy a csereként pályára lépő Browning az első 10 percben 7 pontot szerzett. A negyed végén 14-22 állt az eredményjelzőn. A második felvonás elején nem nagyon változott a differencia, de Vojvoda harmadik triplája után már időt kért Teo Csizmics a 13. percben, mikor 19-30 volt az állás. Kevesebb, mint 2 perc múlva pedig újra össze kellett, hogy hívja csapatát, hiszen Vojvoda mellett Andricsot sem tudták tartani a paksiak, 37-19-re vezetett az olaj. Nem sokkal később már a 20 pontot is elérte a különbség, kezdett ideje korán eldőlni a mérkőzés. A félidőben 18 pontos szolnoki előny volt az eredményjelző táblán. A térfélcsere után nagyon lelassult mind a két csapat. Az olaj a nagy előny, az ASE pedig a nagy hátrány tudatában. Rengeteg hiba jellemezte ekkora találkozót, amit mi sem mutat jobban, hogy a negyed első felében összesen 2-2 pontra futotta a két csapattól, és az ASE a 25. perc legvégén tudott először betalálni. A játékrész második felében is lassan csordogált a mérkőzés, de legalább több pont esett, viszont megmaradt a félidei 18 pontos differencia az utolsó negyedre. Formalitás volt a záró 10 perc, ekkorra már minden eldőlt, ennek ellenére egy 14-0-ás rohanással nyitott az olaj, ami megalapozta a kiütéses sikert, 33 pont lett közte. Paksi Atomerőmű, Szolnoki Olaj KK 57-90. Köszönjük a szolnoki szurkolóinak, hogy ilyen nagy számba elkísértek minket. Szerintem ez a nagy különbség azért nem reális, mert nincs ekkora különbség a két csapat közt. Meg tudtuk valósítani, amit a Dragán kért tőlünk. Szerintem ez volt az oka annak, hogy ilyen idézőjelben könnyedén nyertünk. Megyünk tovább, és gratulálok mind a két csapatnak. Gratulálok a Szolnoknak a győzelemhez, végig kontrollálták a mérkőzést, nagyon okosan és szépen játszottak, illetve a támadó lepattanókat is jól szedték. Mi nagyon belealudtunk ebbe a mérkőzésbe. Az első fél időben 51 vagy 49 pontot kaptunk, ez nagyon sok, támadásaink egyáltalán nem ültek, dobásaink botrányosak voltak. Gratulálok a Szolnoknak, megyünk tovább, most Sopronba megpróbálunk javítani. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű Pakson győzni, 100%-os teljesítmény kell mindenkitől, ha innen győztesen akar távozni. Nagyon jól védekeztünk, meg tudtuk állítani a hazaiak legponterősebb játékosait. Távoli dobásaikat is kikapcsoltuk, támadó játékunkról pedig mindent elmond az idegenben dobott 90 pont. Elégedett vagyok a látottakkal, és köszönöm a szurkolóknak, hogy elkísértek minket. Was more relaxed than usually. Very good game. Gratulálok az olajnak a győzelemhez, sajnos nem tudtuk veszélyeztetni sikerüket. Fizikálisan meg sem közelítettük őket, ez jött ki mind a két térfélen. A Szolnok nagyon jól védekezett, nagyon jól támadott, mi pedig rosszul dobtunk, így pedig nem lehet győzni. Az olaj továbbra is vezeti a bajnokságot, szerdán a MAFC, szombaton pedig a Körmend érkezik a Tiszaligetbe.